és arra kérek, hogy kattintsatok rá az okére, hogy hozzájárultak a felvételhez, és akkor megyünk is tovább. Nagyon szuper. Tehát a nagyon fontos az, hogy ez nem egy olyan webinárium lesz, hogy fújjam a rózsaszín ködöt, hogy hú, de jó a ChatGPT, és milyen jó, aztán majd a végén, hogyha nagy összegért megvásároltak valamit, akkor kaptak is használható információt. Nem, ez egy konkrét, azonnal alkalmazható gyakorlatias tudást fog adni nektek, és rengeteg visszajelzést kaptam, mert nem ez az első webinárium, már 15-öt tartottam az elmúlt 4 hónapban belőle, és rengeteg visszajelzés jött, hogy már a webinárium anyaga alapján olyan változásokat tudtak csinálni a vállalkozásban, ami egyértelműen több profitot, több eredményt hozott be. Tehát az első, amit szeretnék kérni, hogy ne aggódj. Tehát lehet, hogy próbálkoztál már valamilyen marketinggel, valamilyen online értékesítésre, csináltál honlapot, vagy tettél fel a közösségi oldalra posztokat, és lehet, hogy nem volt olyan eredménye, amit szerettél volna. Lehet, hogy többbe került az idő és a pénzbefektetés, mint amit visszahozott. És ez nem azért van, mert te rosszul csináltál dolgokat, hanem egyszerűen nem volt neked elmagyarázva rendesen, hogy hogyan kell ezt ténylegesen felépíteni az elejétől a végéig, hogy ez ténylegesen eredményt és nyereséget tudjon produkálni. Tehát ne aggódj, inkább tervezz. Most meg fogom neked mutatni azt, hogy hogyan lehet tényleges nyereségesen felépíteni egy online vállalkozást, és az aggódásba fektetett energiát, azt inkább fektesd bele a tervezésbe, és tervezd meg azt, hogyha fogsz havonta keresni mondjuk plusz 1 millió, 2 millió, vagy 3 millió forintot, akkor hogyan fogsz élni, milyen életed lesz, és figyeld meg azt, hogyha ezt elkezded tervezni, és megcsinálod azt, amit tanítok ma, akkor meg is fog neked valósulni. Az a célom ezzel a webináriummal, hogy a kezdőknek megmutassam azt, hogy meg lehet csinálni. Tehát ténylegesen valóra tudod váltani az álmaidat. A tapasztaltabbaknak pedig azt szeretném megmutatni, hogy lehet hatékonyabban csinálni, sokkal-sokkal hatékonyabban lehet csinálni. Csak egy gyors példát elmondok, még márciusban jött egy ilyen vicces ötlet, hogy kipróbálom, hogy mennyi lehet hatékony a ChatGPT, és volt egy olyan elgondolásom, hogy egyetlen nap leforgása alatt, tehát 24 óra alatt a ChatGPT segítségével megírok egy teljes könyvet, abból készítek egy e-bookot, megírom a honlapjának, az értékesítési honlapjának a szövegét, el is készítem a honlapot, meghirdetem, és már vásárolnak kell ráérkezni. És az a durva, hogy nem 24, hanem 22 és fél óra alatt, úgyhogy mellette aludtam, ettem, edzésen voltam, tehát 24 órán belül ezt meg tudtam csinálni. Tehát egy ilyen folyamat, hogy megírni egy könyvet, elkészíteni egy teljes honlapot, meghirdetni, tehát ez a folyamat előtte legalább egy hónapos folyamat lett volna, és a ChatGPT segítségével 24 órába bele tudtam sűríteni. És tehát sokkal-sokkal hatékonyabban lehet vele dolgozni, és a ChatGPT-nek a veszélye, már mondják, hogy milyen veszélyes a mesterséges intelligencia, inkább azokra veszélyes, akik nem használják. Hogyha valaki nem veszi, nem tudomásul azt, hogy igen, a konkurencia, hogyha használja, akkor igenis meg fogja növelni a hatékonyságát. Többszörösére, ötszörösére, tízszörösére tudja növelni a marketing hatékonyságát, és de valaki azt mondja, hogy ez hülyeség, én ezt nem használom, hogy gyönyörű szépen le fog maradni a konkurenciához képest. Tehát lehet sokkal hatékonyabban csinálni. És akkor nézzük meg azt, hogy mi az egyetlen módja annak, hogy növekvő és nyereséges vállalkozást tudj felépíteni. Ez az, hogy felépítesz egy automatizált értékesítési rendszert. És itt mind a három szónak külön a jelentősége van. Az első, hogy automatizált. Az automatizált az azt jelenti, hogy elindítod, és onnantól kezdve megy magától. Akkor is megy, hogyha te alszol, ha szabadságon vagy, ha nyaralni mész, az ott fent az interneten gyönyörű szépen végzi a dolgát, automatizáltan be vannak állítva a folyamatok, és nagyon szépen végigviszi az érdeklődőket egész addig, hogy vásároljanak. És ugye itt a vásárlásról van szó, tehát a második szó ugye az értékesítési rendszer, tehát képes arra, hogy értékesítsen. Ha csinálsz egy honlapot, amire felrakod a cégedet, meg felrakod a termékedet, az még nem értékesítés, csak egy bemutatkozás.
Oké, tehát ahhoz, hogy valamit értékesítésnek lehessen nevezni, annak megvannak a megfelelő lépései, hogy te a vásárlók és az érdeklődőket hogyan juttatod el addig a pontig, amíg vásárlók lesznek belőlük, és ezt meg fogom ma mutatni, hogy hogyan tudod ezt felépíteni. És a harmadik az, hogy rendszer. Erről még fogok ma sokat beszélni, de ha rendszer, ugye szintén visszaérek ide, hogyha felolvasod hirdetéseket, teszel fel posztokat, készítesz egy honlapot, ez még nem rendszer, ezek még csak ilyen kósza próbálkozások itt-ott valamire, és nem igazán lesznek valószínű olyan eredményei, amit te elvársz. És a rendszer az úgy néz ki, mint mondjuk egy autó. Azért, mert van egy jó motorod, meg van egy jó kereked, vagy van egy jó kormányod, vagy egy sebességváltód, ezek külön-külön még nem fognak elvinni téged A-ból B-be. Mindegyik fontos, hogy meglegyen, de önmagukban még nem képesek arra, amit teljesíteniük kell. Hogyha összeszereled őket, és egy rendszert alkotnak, ugye minden a helyén van, na akkor lesz ugye autó, és akkor fog el tudni téged elvinni, akkor tud téged elvinni A-ból B-be. És ezért fontos, hogy az online értékesítési rendszert építsd fel. Oké, de nézzük meg, azért egy pár szóban bemutatom, ki is vagyok én, ugye itt van egy ember a monitoron, aki beszél, tehát messziről jött ember, ugye azt mondta, amit akar, és egy pár szóban mesélnék magamról. Én 2003-ban kezdtem el egy online vállalkozásokkal foglalkozni, ugye engem is megérintett ez az akkori láz, hogy hú, az interneten akkor hatalmas nagy pénzek, és az a jövő, és ott hatalmas nagy pénzek vannak, és lehetőségek vannak, és elkezdtem megtanulni azt, hogy hogyan kell honlapokat készíteni. És én meg is csináltam az első honlapomat, és az volt a terv, hogy akkor én honlapkészítést fogok majd vállalni jó pénzért. Meg is csináltam az első honlapomat, ami gyönyörű szép volt, tényleg mindenki dicsérte, hogy wow, Csabi, ez tök jó, és tényleg forogtak a gombok rajta, meg mindenféle effektek voltak, és tök szépre meg volt csinálva. Egyetlen egy apró hibája volt, az, hogy képtelen volt arra, hogy egyetlen árva vevőt hozzon nekem. Tehát semmit nem tudott értékesíteni. Ez egy bemutatkozó honlap volt, amit bemutatkoztam rajta én, meg felraktam, hogy honlapkészítést vállalok, ez a semmi bevételt nem hozott. És én magam értékesítettem offline, ugye jártam ki cégekhez, telefonáltam, tárgyaltam, és úgy szereztem az ügyfeleket. Tehát offline értékesítettem egy online szolgáltatást. Ugye ez még nem az online marketing. És 2004-ben kezdtem el online marketinget tanulni, és akkor, ahogy elkezdtem tanulni, ott állt szépen össze a kép, hogy mik is ezek a lépések, amiket itt meg kell csinálni ahhoz, hogy itt ne csak próbálkozások legyenek, hanem tényleg eladások, értékesítések. És akkor azzal, amit ott megtanultam, és nagyon-nagyon sok minden, amit ott megtanultam, ezt ma el fogok nektek mondani, mert ezek az alapelvek, ezek örökzöldek. Tehát ezek nem fognak megváltozni a korral. Az eszközök változnak, az alapelvek nem változnak. És megtanultam, hogy hogyan kell online értékesíteni, és azzal már megcsináltam egy olyan vállalkozást, ami 200 millió forint bevételt termelt az alatt a 8 év alatt, amíg én üzemeltettem. És ezt fogom nektek ma megmutatni, hogy hogyan lehet felépíteni egy ténylegesen, nyereségesen működő online bizniszt. Oké, de nézzünk meg egy konkrét esettanulmányt, hogy számokat is lássunk. Itt van nekem a május 1-től május 31-ig a Billingó számlázómnak a fő oldala. Hát látjátok, hogy itt volt ugye 666 darab számla, kicsit ilyen sárgány lett a végeredmény, de ugye 7,4 millió forint bevétel jött. És itt van hozzá a Facebook fióknak a fotója, ugye a hirdetési fiókomnak a fotója. És itt látjátok azt, hogy volt 4 millió forint hirdetési költség. Ez pont éjfélkor, ugye május végén éjfélkor lépte át ezt a 4 millió forintos határt. És nézzük meg, hogy mi lett ebből a 4 millió forint költésből, hogy hogyan állt össze ez a 7,4 millió forintos bevétel. Ugye 7339 ember regisztrált konkrétan erre a webináriumra. Ugye ezt már 15-öt megtartottam, tehát ugye májusban 7339-en regisztráltak. És közülük 557-en megvásároltak az úgynevezett belépő terméket. Ezt el fogom magyarázni ma, hogy pontosan mi is az, hogy belépő termék.
Sehát hozott kb. 3,2 millió forintot. 116-an megvásároltak a főterméket, erről is fogok ma beszélni, mert ez is része a rendszernek. Ez hozott 4 millió forint bevételt. És egyéb vásárlásokból, katóanyagokból, ebből, abból még összejött 182 ezer forint plusz bevétel, és ugye ebben még nincsenek bele azok, hogy a jövőre vonatkozóan ugye konzultációkat kértek, egyedi fejlesztéseket kértek, és tehát ez még több millió forint jövőbeli bevétel, és de a nagyon-nagyon fontos, és igazából, hogyha a mai napon csak egy dolgot jegyzel meg, hogy mi az, amit csinálj, tehát mindenképpen csinálj, akkor az legyen az, hogy építs egy nagy e-mail listát. Ebbe is bele fogok majd menni, hogy miért fontos az e-mail lista. Gondolj bele! Csinálsz egy e-mail listát, felépítesz egy olyan e-mail listát, ami van mondjuk 10 000 ember. És onnantól kezdve ennek a 10 000 embernek neked nem kell újra és újra Google hirdetést, Facebook hirdetést feladni, tízezreket, százezreket, milliókat költeni arra, hogy te ezeket az embereket újra és újra elérd az üzeneteddel, hanem ott van egy e-mail szoftvered, megírsz egy e-mailt, nyomsz egy gombot, és 10 000 ember megkapja az e-mailedet. És több százan vagy több ezeren el fogják olvasni, és gyakorlatilag fillérekből el tudsz juttatni hozzájuk üzenetet. Ahogy ugye ti is feliratkoztatok az én e-mail listámra, és kiküldtem most az értesítőt arról, hogy lesz egy webinárium, és ti pedig itt vagytok. Ez egy e-mail listának az ereje. Oké, nézzük meg, hogy mi az a három titok, amiről ma fogok nektek beszélni. Az első az az, hogy hogyan építs fel egy ilyen automatizált értékesítési rendszer. A második, hogy hogyan tudod ehhez a ChatGPT-t segítségül hívni, hogyha ugye nem vagy marketingúró, nem vagy szövegíró, akkor is meg tud ezt csinálni. És a harmadik, hogy hogyan tudod ezt a legegyszerűbben megcsinálni. Mert oké, hogy az ember érti az elméletet, hogy így kell szöveget írni, meg ezek a lépések, amiket meg kell csinálni, de a technikai megvalósítás, ugye hogy kell ugye kalapálni szöget, stb. Most csak jelképesen mondom, tehát ténylegesen hogyan tudod technikailag ezt a legegyszerűbben megvalósítani. És akkor nézzük meg ugye lépésenként, hogy ugye mitől is van itt szó. Ugye mit jelent az a szó, hogy rendszer? Ugye ez egy több lépésből álló folyamat. És az ott, hogy hozzám jön feleségül, ez nem egy hiba, nem véletlenül maradt itt a prezentációban, hanem ezzel szeretném nektek elmagyarázni, hogy képzeljétek el azt, hogy van egy úriember, aki megy az utcán, sétálgat, és egyszer csak meglát egy gyönyörű szép hölgyet, aki jön vele szembe, legyen mondjuk az úriember István, a hölgy pedig Éva, és oda megy hozzá, és felteszi neki a kérdést, hogy hozzám jön feleségül? Milyen reakciókat kapna? Tehát valószínű, hogy ez a kikerekedő szem, hogy ki magam, mit akar, miért zaklat, hagyjon békén, rendőrt hívok, és nem ismerem, a nevét sem tudom, azt sem tudom, hogy megbízható-e, hogy hihetek-e magának, kik a barátai, milyen a családja, milyen az élete, semmit nem tudok az égvilágon magával, és ide jön nekem, milyen neve, hozzámegyek-e feleségül, hagyjon békén, ne zaklasson engem, menjen innen. Így van? Valószínű, hogy egy ilyen reakciót váltana ki a hölgyből az úriembernek a közeledése. Ez nem így működik a valóságban. Tehát úgy működik, hogy István oda megy mondjuk az Évához, és első körben kicsit beszélgetnek, és hogyha kölcsönös a szimpátia, akkor mondjuk az Éva megadja a telefonszámát, vagy bejelölik egymást Facebookon, és megvan a lehetőségük arra, hogy később is kapcsolatban maradjanak egymással is. Ugye az István elhívja az Évát randizni, elhívja moziba, ebédelni, kirándulni, tengerparti sétára, stb. És ugye kialakulhat, elindulhat egy ilyen kapcsolatépítés, egy bizalomépítés. És hogyha ez a bizalom megfelelően épül, tehát kölcsönösen megvan ugye a szimpátia, és mindketten látják azt, hogy ez így rendben van, akkor eljöhet az a pont, ahol, hogyha az István felteszi ezt a kérdést ugye az Évának, hogy hozzám jössz feleségül, akkor sokkal nagyobb az esély rá, hogy az Éva igent mond, mint hogyha csak úgy bum, lerohanja úgy az utcán. Így van? Tehát megismerte, tudja, hogy mire számíthat tőle, megvan a bizalom felé, és sokkal nagyobb az esélye arra, hogy igent fog neki mondani. Na most pontosan ugyanez működik az online marketingben is,
hogyha csak úgy lerohanjuk a vásárlókat, hogy itt a honlapom, itt a terméken, vegyél, add a pénzed, azt se tudom, hogy ki vagy, azt se tudom, hogy hihetek-e neked, azt se tudom, hogy ez az oldal nem valami kamu oldal, és ha fizetek, akkor elszáll a pénzem, és nem tudom, tehát ha csinálsz egy ilyet, hogy csak simán egy honlapon értékesítesz, annak is lesz eredménye, de mivel nagyon pici még a bizalom, még nagyon pici a bizalom az emberekben, egy honlap alapján, ezért sokkal-sokkal kevesebb lesz a vásárlásod, mint hogyha előtte felépítesz egy bizalmat. És ez az online értékesítési rendszer valójában egyfajta bizalomépítő rendszer, ahol megismerhet téged a jövőbeli látogató, tudja, hogy mire számíthat tőled, és ugyanúgy, ahogy az Istvánnál és az Évánnál, nálad és a te érdeklődődnél is, hogyha felépül ez a bizalom, akkor eljöhet az a pont, ahol azt mondod neki, hogy oké, itt a terméken vásárold meg, és akkor azt fogja mondani, hogy igen, tudom, hogy ki vagy, tudom, hogy mire számíthatok tőled, megbízom benned, és megveszem tőled ezt a terméket. Oké? Tehát ez a hasonlat. Most nézzük meg azt, hogy pontosan lépésenként hogyan is épül fel ez az online értékesítésben. Oké, tehát az első lépésünk, ugye, amit az elején, vagy az előbb is már mondtam nektek, hogy egy e-mail lista, hogy elkezdünk építeni egy e-mail listát. Ahogy az István is ugye elkérte az Évának a telefonszámát, mi sem azzal kezdjük, hogy vásároljál tőlünk, kedves érdeklődő, hanem azt mondjuk neki, hogy ugye adok neked valami értékeset, és cserébe nem kérek más, csak az e-mail, a nevedet és az e-mail címedet. Ugye? Ahogy ti is felmentetek ugye erre a honlapra, és azt mondtátok, hogy tök jó, engem érdekel ez a webinárium, és én ezért cserébe megadom az e-mail címet, mert én ezt szeretném ezt az információt megkapni. És ugye megadták nagyon-nagyon sokan az e-mail címüket, és elkezdett épülni egy e-mail lista. És a következő lépés rögtön, ugye a listaépítés után a látogató megadja a nevét és az e-mail címét a honlapon, és rögtön átugrik az oldal egy olyan honlapra, amin van egy úgynevezett belépő termék. Ez a belépő termék, ez egy olyan termék, ami annak, aki megadta a nevét és az e-mail címét, ez releváns. Tehát valószínű, hogy nagyon érdekelni fogja őt, mert a témába vág. És ez egy nagyon értékes termék, viszont nagyon-nagyon kedvező áron, hogy egyfajta ilyen impulzív vásárlásra vegye rá az érdeklődőt. Tehát nálam például, ugye biztosan emlékszel, amikor beregisztráltál, ugye megjelent rögtön ez az oldal, lehet, hogy meg is vásároltad, ugye ez a Végre értem a marketinget című workshop, és ezt ugye 25 ezer forint helyett 85% kedvezménye, 3750 forintért lehet ott regisztráció után megvásárolni. És körülbelül az embereknek egy 8-10%-a ezt meg is vásárolja, ezt a workshopot, és ezzel, hogy ők ezt megvásárolják, ugye ahogy én hirdetek a Facebookon, és elköltök egy X összeget, mondjuk elköltök 100.000 forintot, jönnek az emberek, beregisztrálnak, körülbelül 8-10% megvásárolja a belépő terméket, és rögtön visszajön a Facebook hirdetésnek, vagy a teljes ára, vagy egy nagyon-nagyon nagy része. És ezzel lesz neked egyfajta önfenntartó rendszered, ahol a belépő terméked fedezi a hirdetési költségedet. És gyakorlatilag eszméletlen nagy mennyiségben tudsz behozni új érdeklődőket a vállalkozásodba, és később, amikor már a fő termékedet értékesíted, ugye erre is ki fogok majd térni, az már neked profitot, nyereséget fog hozni. Nézzünk konkrét példát. Most itt egy augusztus 7-i Facebook fiók van benne, ugye itt látjátok bekeretezve, hogy augusztus 7-én volt ez a nap. Itt a költés volt 127 ezer forint, tehát ennyit költöttem el ugye Facebook hirdetésre, és ebből 259-en iratkoztak fel, tehát 259 ember adta meg a nevét és az e-mail címét, és a vásárlásokból, ugye a belépő termékek vásárlásából 244 ezer forint a bevétel keletkezett. Tehát gyakorlatilag ez a bevétel, ez bőségesen fedezi ezt
a hirdetési költséget, és ettől lesz ugye önfenntartó ez a rendszer. Na nézzük tovább, hogy hogyan megy tovább ez az értékesítési folyamat. Ugye feliratkozik a látogató, megadta a nevét és az e-mail címét, a belépő terméket vagy megvásárolta, vagy nem vásárolta meg, de megy tovább a rendszer, ugye automatára van felépítve, hogy ő elkezd onnantól kapni egy e-mail sorozatot. Naponta, két naponta, hetente kap tőled egy e-mailt, amiben bemutatkozol, megismer téged, ugye elkezdődik a kapcsolatépítés, a bizalomépítés. Ugye ez olyan, mint amikor az István felhívja az Évát, és akkor beszélget vele, és akkor megismerik egymást. Ugyanúgy te is küldesz a látogatóknak hasznos, érdekes, szórakoztató tartalmakat, és ő megismer téged, tudja, hogy utána, hogy ki vagy, tudja, hogy mire számíthat tőled, tudja azt, hogy értéket kap tőled, tudja azt, hogy ha nálad elkölti a pénzét, akkor igenis értéket fog kapni. És mivel felépül a bizalom, ezért amikor felkínálod neki a fő termékedet, tehát azt mondod neki, hogy oké, itt a fő termék, akkor sokkal nagyobb az esélye annak, hogy vásárolj. Vásárolni fog. Most ez a sokkal nagyobb, ez azt jelenti, hogy ha összehasonlítjuk, ha simán csak van egy honlapod, és elkezded azt hirdetni, akkor mondjuk 100 emberből lehet, hogy fog vásárolni egy. Ha felépítesz egy értékesítési rendszert, és felépíted a bizalmat, akkor 100 emberből nem egy, hanem lehet, hogy 5, vagy 10, vagy akár 20 ember is fog vásárolni. Ez attól függ, hogy milyen a terméked, milyen a kommunikációd. Oké? Tehát ezt jelenti egy ilyen értékesítési rendszernek a felépítése, hogy gyakorlatilag bizalmat építesz fel, és felviszed a vásárlót egy olyan magas bizalmi szintre, ahol, hogyha azt mondod neki, hogy tudsz tőlem valamit vásárolni, akkor örömmel fog tőled vásárolni. Oké? És hogyha megvan ez az értékesítési rendszered, ami végigviszi az érdeklődőt a vásárlásig, na akkor kezdünk el hirdetni a Facebookon, a Google-ön, akkor kezdünk el blogolni, SEO-zni, ugye a SEO az, amikor ugye felteszünk mondjuk blogcikkeket, és akkor az a keresőbe megjelenik, és akkor megtalálják az emberek, és akkor majd új látogatók jönnek. De hogyha nincs egy ilyen értékesítési rendszered, akkor irgalmatlan mennyiségű pénzt hagysz az asztalon. És lehet, hogy ez az irgalmatlan mennyiségű pénz fogja jelenteni a vállalkozásodban azt, hogy veszteséges a vállalkozásod, vagy nyereséges a vállalkozásod. Mert nem mindegy, hogy 100 emberből egy fog vásárolni, vagy 100 emberből 10 fog vásárolni. Oké? Gondolom neked sem mindegy, hogyha időt, energiát, pénzt fektesz bele. És sokszor ezt látom, hogy ez a hiba, hogy az emberek csak eladni akarnak, hirdetnek, reklámoznak, posztolnak, és azt akarják, hogy rögtön vásároljanak az emberek tőlük, és nem viszik végig ezt a bizalomépítő folyamatot. Oké? Okay? De hogyha ezt megérted, és egy ilyen folyamatot összeraksz magadnak, akkor el tudod érni azt, hogy sokkal nagyobb legyen a bizalom, és sokkal nagyobb legyen az érdeklődés. Jó, és ez volt ennek a 200 milliós honlapnak a titka, amit az elején meséltem, hogy felépítettem, és ugye 8 év alatt 200 millió forint bevételt hozott, ez még 2004 és 2012 között volt. Az alapelvek azok pontosan ugyanazok a mai napon is, és pontosan ugyanígy csinálom itt most, ezen a webináriumon és ebben az értékesítési rendszerben, amit most használok. Nézzük meg lépésenként akkor, hogyan lehet ezt felépíteni, mik szükségesek hozzá. Tehát van néhány lépés, ami előkészíti ennek az értékesítési rendszernek a felépítését, és vannak utána ugye magának a rendszernek a felépítéséhez a lépések. Tehát az első az, hogy mi a te terméked. És ez azért az első, mert hogyha ez nincs rendben, akkor teljesen mindegy, hogy milyen rendszert építesz fel, teljesen mindegy, hogy milyen szöveged és dumád van, mindegy, hogy milyen marketing trükköket alkalmazol, ha nem jó a terméked, hosszú távon nem leszel életképes. Tehát olyan termék vagy szolgáltatás kell, amire van a piacon igény, amire azt mondják az emberek, hogy oké, én hajlandó vagyok ezért kinyitni a pénztárcámat, hajlandó vagyok kifizetni ennek az árát. Ha neked ilyen a terméked, akkor oké. És még az is nagyon fontos, hogy ennek a terméknek olyan árúnak kell lenni, amivel te életképes vállalkozást tudsz felépíteni. Tehát, hogyha valami nagyon pici, olcsó dolgot próbálsz meg eladni,
mondjuk személyes konzultációval mondjuk egy könyvet, ami 3000 forintba kerül, akkor vért fogsz izzadni, és végig fogod konzultálni az egész hónapodat, és a végén lesz neked mondjuk 100.000 forint bevételed. Ez nem egy sikeres online vállalkozásnak a mintája. Tehát olyan termék, olyan szolgáltatás kell, amire van piaci igény, amire az emberek hajlandóak fizetni, és ami elegendő áru ahhoz, hogy meg tudj élni belőle. Lehet, hogy a mostani terméked vagy a mostani szolgáltatásod ilyen. Lehet, hogy nem. Sokszor találkoztam olyan emberrel, olyan ügyféllel, aki szerelmes volt valamilyen termékbe vagy szolgáltatásba, és próbálta valahogy marketingezni, hogy az emberek vegyék, de nem vették, és ezt észre kell venni. Hát ugye nem mindenhol igaz az, hogy soha ne add fel, és akkor majd sikeres leszel. Ha olyan termékkel próbálkozol, amire egyszerűen a piac azt mondja, hogy nekem ez nem kell, akkor itt nem az a megoldás, hogy te nem adod fel, és tovább próbálkozol, hanem az, hogy megkeresed azt a terméket, amire igenis van piaci igény, és azzal kezdesz el foglalkozni. Oké, tehát az első kérdésünk ez a mit. A második kérdés, amit meg kell válaszolni, az a kinek. Tehát meg kell találnod a megfelelő közönséget. És itt szokott szintén egy nagyon nagy marketing hiba előlépni, amikor megkérdezem az ügyfelet, oké, ki a te célközönséged, és akkor azt mondja, nekem mindenki. Oké, tehát ez értem, hogy vannak olyan termékek, aminek mindenki a célközönsége, mint a mobiltelefonnak is mindenki a célközönsége, tehát mindenki gyakorlatilag már mobiltelefonnal járkál, és mégis a mobil szolgáltatók ugye nem azt mondják, hogy mindenki telefonja, hanem csinálnak olcsóbbakat, drágábbakat, prémium kategóriásokat, szuperdrága telefonokat, és felosztják ugye a közönséget különböző részekre. Van, akinek a videó a fontos, van, akinek az, hogy nagy gombok legyenek rajta, és jól látható legyen a képernyő, van, akinek az a fontos, hogy gyorsan működjön, van, akinek az a fontos most, hogy összehajtható legyen, kis helyen elférjen. De különböző embereknek különböző dolgok a fontosak. És hogyha te nem határozod meg a közönségedet nagyon pontosan, hogy kinek kommunikálsz, akkor nem fogsz tudni egy olyan marketing üzenetet írni, amire oda fognak figyelni az emberek. Mert nem tudsz olyan üzenetet írni, amire egyszerre figyel oda a lázadó kamasz, a kötögető nagymama, a komoly üzletember, a gyermekét váró anyuka, a vad motoros rocker. Nem tudsz egyszerűen olyan üzenetet írni, amire mindenki oda fog figyelni. És abban a pillanatban, hogy te megpróbálsz egy ilyen üzenetet összerakni, hogy mindenki odafigyeljen rá, abban a pillanatban azt fogod elérni, hogy egy olyan üzenetet fogsz írni, amire senki nem fog odafigyelni. Tehát ahelyett, hogy mindenki odafigyelne, pontosan azt fogod elérni, hogy senki nem fog odafigyelni. Viszont ha kiválasztasz egy konkrét célközönséget, egy konkrét vágyjal, problémával, és csak hozzájuk kommunikálsz, akkor annak a közönségnek a figyelmét így fel fogod kelteni. Oké? Tehát nagyon fontos az, hogy pontosan meghatározd a közönségedet, és hozzájuk kommunikálj. Hogyha megvan a közönséged, tehát kiválasztottál egy közönséget, akkor utána elkezdesz ugye információkat gyűjteni. Lehet, hogy írtál már posztokat, hirdetéseket, honlapszöveget, és ott ültél, hogy mit írjak, édes Istenem, és ott ültél a számítógép előtt, és próbáltál valami szöveget kisajtolni magadból, és de mivel nem volt információ a közönségedről, ezért nem tudtad, hogy mit írjál. És ezért rendkívül fontos az, hogy információkat gyűjts a közönségtől, mert ők maguk fogják elmondani neked, hogy mit kell írnod. Ők maguk fogják megfogalmazni neked azt, hogy mi az, amit szeretnének, milyen problémáik vannak, milyen félelmeik vannak, és hogyha ezek megvannak neked, akkor nem kell azon görcsönöd meg szenvedned, hogy mit írjál, mert ott lesz neked a felméréseidben leírva. Tehát információkat kell gyűjteni. És mutatok most egy érdekes dolgot, mert a ChatGPT segítségével ugye már lehet elemezni nagyon jól a felméréseinket. És itt van egy olyan szoftver, aminek az a neve, hogy Sniper Words. A sniper az azt jelenti, hogy mesterlövész, a words pedig azt jelenti, hogy szavak. Tehát kiderítjük azokat a szavakat, kifejezéseket, mondatokat,
amikkel pontosan betalálunk. Tehát nem csak találgatunk, hogy mit is írjak, hanem pontosan tudni fogjuk azt, hogy a közönségünk hogyan gondolkodik, mit szeretne, milyen problémákkal küzd, milyen félelmei vannak, milyen szavakkal fogalmazza meg ezeket a gondolatokat. És hogyha ezt kommunikáljuk vissza, akkor el fogjuk érni azt, hogy az emberek oda fognak figyelni ránk. És mutatok most egy érdekességet, mert bevonjuk a ChatGPT-t egy felmérésnek az elemzésébe. Tehát van például itt nekem egy felmérésem, ez a lámpalás csillapító tréning. Ennek van egy története, tehát egyszer elmentem egy egész napos előadásra, online értékesítéssel kapcsolatban, és az előadó Kassa Tamás volt, és arról beszélt folyamatosan, hogy készíts videókat. Tehát készíts videót a YouTube-ra, a honlapra, Facebook oldaladra, a Facebook csoportodra, a ide-oda, amoda, Instagramra, stb. Stb. Videó, videó, videó. És ténylegesen igaza van, mert a videók szintén eszméletlen hatás növekedést tudnak elérni, és viszont azt én tudom, hogy az embereknek a nagyon nagy százaléka, hogyha azt mondják neki, hogy oké, készíts egy videót, itt a kamera, akkor kezdj el beszélni, akkor visítva rohan el a másik irányba, nem, ő biztos, hogy nem fog kamera előtt beszélni. Tehát mielőtt oda teszünk egy ilyet az embereknek, hogy oké, készíts videót, előtte ezt a lámpalázat, ezt a kamerától való félelmet valahogy meg kellene oldani, és ezzel kapcsolatban csináltam egy felmérést, hogy hogyan gondolkodnak erről az emberek. Ugye az volt a kérdés, hogy miért lehet fontos az üzleti életben, hogy kamera előtt merjen valaki beszélni. Mit gondolnak ez erről az emberek, hogy miért fontos kamera előtt beszélni? Aztán ugye a második kérdés, hogy milyen problémát okoz neked az, ha kamera előtt kell beszélned. És a harmadik pedig, hogy mitől tartasz leginkább, ha kamera előtt kell beszélned. És ezek voltak ez a három fő kérdés, és az emberek, ugye 106 ember válaszolta meg ezt a felmérést, és összejött ugye rengeteg választ. Na most egy ilyen felmérésnek az elemzése, még a ChatGPT előtt, az irgalmatlan mennyiségű idő volt. 4-5-6 óra, néha 8 óra, attól függ, hogy hány válasz jött be, és le kellett ülni, és egyenként végignézni az oszlopokban minden egyes választ, és bekategorizálni, hogy akkor azt hova illik, és akkor abból egy elemzést készíteni. Tehát ez rengeteg munka volt. Most annyi a munka, hogy itt van ez az AI link, rákattintunk, már meg is írja a ChatGPT-nek a utasítást és a szöveget ez a szoftver, összegyűjti az összes választ egy ilyen szövegmezőbe, és egészen egyszerűen átmásoljuk a ChatGPT-be, ide pedig beillesztjük, elküldjük, felmegy a ChatGPT-be, és azonnal pár másodpercen belül a ChatGPT elkezdi elkészíteni az elemzést, és ott is van, mutatja, hogy ugye miért fontos ugye kamera előtt beszélni, ugye hitelesség és bizalom, ugye 15 válasz volt, ez 21% a válaszolóknak körülbelül, több emberhez való eljutás, ugye több emberhez lehet eljutni, hogyha felteszed ugye a videókat YouTube-ra, felteszed a honlapra, csinálsz Facebook élőket, stb. Ténylegesen sokkal több emberhez tudod eljutni az üzenetedet. Személyes márkaépítés. Tehát gyakorlatilag szépen készít egy elemzést a ChatGPT arról, hogy miket válaszoltak az emberek, és azt hogyan tudod felhasználni a kommunikációdban. Tehát gyakorlatilag maguk az emberek adták meg azt, hogy miről kell beszélni. Maguk az emberek adják meg a témát, a tartalmat, amiket majd neked a honlapodon, a posztjaidban, a hirdetéseidben, az e-mailjeidben kommunikálni kell. Oké? Tehát itt van a felmérésnek az eredménye. És ugyanígy, ahogy megcsináltam ugye ezzel az első oszlappal, pontosan ugyanúgy a második és harmadik oszlappal is ugye meg lehet csinálni. Tehát azt mondom, hogy a másodikat, hogy milyen problémát okoz neked az, ha kamera előtt kell beszélned. Ugyanúgy fogom, Ctrl-C, Ctrl-V, bemásolom, és pár másodpercen belül elkezdi elkészíteni az elemzést, és 2 perc, és
teljesen készen van. Tehát gyakorlatilag a teljes felmérés elemzést körülbelül 10 perc alatt meg lehet csinálni. És onnantól kezdve van neked információd arról, hogy miről kell írnod az értékesítésed és a marketinged során. Oké, hát ő ezt szépen megcsinálja, most nem várjuk meg, hanem megyünk tovább. Itt most a lényeg ugye az volt, hogy információkat gyűjtöttünk a közönségtől. És ez ennek az információgyűjtésnek van egy nagyon-nagyon fontos mozzanata. Tehát az, hogy ezt az információt, amit begyűjtöttünk, és a ChatGPT-vel kielemeztettünk, később ezt fogjuk arra használni, hogy visszaadjuk a ChatGPT-nek, és megmondjuk neki, hogy a felmérés válaszai alapján írjál meg nekünk honlapszöveget, e-mail szöveget, a Facebook posztot, blog posztot, bármit. És nem neked kell ott ülni és pötyörészni a szöveget, hanem a ChatGPT meg fogja helyetted írni. Ugye ez még az előző, hogy a felmérés kielemeztettük vele. És most szépen megyünk tovább, és elkezdjük összerakni az értékesítési rendszerünknek az egyes lépéseit. Na most van az első lépés, ez a bizonyos lead magnet. A lead azt jelenti, hogy érdeklődő, a magnet azt jelenti, hogy mágnes. Tehát ez egy olyan dolog, ami a te közönségedet nagyon érdekli. És oda tudod vonzani őket a honlapodra, mint ugye, hogy a mágnes oda vonza őket, oda vonza az érdeklődőket a te honlapodra, és ezért a valamiért cserébe ők azt mondják, hogy megadják a nevüket és az e-mail címüket. Ugye nálam ez a webinárium. Ugye nem azt hirdetem, hogy vásároljál tőlem bármit is, hanem azt hirdetem, hogy gyere el erre az ingyenes webináriumra és nézd meg. Oké? Okay? Azt már értetek, hogy miért az ingyenesre hívom, mert viszont az előbb végignéztük a lépéseket. Tehát az első, hogy kitaláljunk olyan érdeklődő mágneseket, amivel oda tudjuk vonzani a közönségünket. De hogyan találjunk ki érdeklődő mágneseket? Azt mondjuk a ChatGPT-nek, hogy javasolj lead mágneteket egy valamilyen termékkel foglalkozó cégnek, a felmérés eredményei alapján. Látod? Felmérés eredményei alapján. Tehát átadtuk neki a felmérés információkat, és az alapján kérünk tőle ötleteket. És azt mondjuk neki például, hogy javasolj lead magneteket egy üzleti tanácsadással foglalkozó cégnek a felmérés eredményei alapján. És ő szépen kiír nekünk 6 darabot, azt mondja, hogy ingyenes e-könyv, egy webinárium, ingyenes konzultáció, ingyenes videósorozat, tréning, valamilyen ingyenes sablon. De kérhetünk tőle még 10-et, még 20-at, még 100-at, bármennyit kérhetsz tőle, és ő fog neked kreatívkodni, és ötleteket adni, és rengeteg-rengeteg lehetséges ilyen lead magnetet, érdeklődő mágnest fog neked javasolni, amiből te azt mondod, hogy oké, ez tök jó, ez nekem tetszik, mondjuk legyen egy webinárium, ezt ugye a szakmai tudásod az megvan ahhoz, amivel foglalkozol, az alapján ugye ki tudod dolgozni, hogy milyen legyen ez a webinárium, de akár még a ChatGPT segít még abban is, hogy egy webináriumnak a témáját összeállítsd, és gyakorlatilag van egy érdeklődő mágnesed, amivel az embereket majd oda tudod vonzani a honlapodra. És most jön az a rész, hogy a honlapodra milyen szöveget írjunk a honlapunkra. Ugye annak az oldalnak a szövege, ahol megérkezik a látogató, és az e-mail címét el fogjuk kérni. Mi legyen a szöveg? Azt mondjuk a ChatGPT-nek, hogy a felmérés eredményei alapján írd meg egy opt-in oldalnak a szövegét, ugye ezt úgy hívjuk, hogy opt-in oldal, ez annyit jelent, hogy beleegyezik valamibe, tehát beleegyezik a látogató abba, hogy az ő által a megadott e-mail címre mi küldjünk neki üzeneteket, és ezért hívják opt-in oldalnak. És ezt mondjuk nevig a felmérés eredményei alapján, írd meg az opt-in oldal szövegét, megadjuk, hogy ki a célközönség, és még azt is meg tudjuk neki adni, hogy milyen stílusban írjon. Tud rengetegféle, tud olyan hivatalos stílusban, meggyőző stílusban, humoros stílusban, laza stílusban, provokatív stílusban, rengeteg több tucatnyi stílus van, amiben meg tudja írni a szöveget. És azt mondjuk neki, hogy a felmérés eredményei alapján írd meg egy opt-in oldal szövegét. Megadjuk neki, hogy mi a lead magnet, ugye az érdeklődő mágnes, mert ehhez kell megírni a szöveget. Ugye egy webinárium a személyes márkaépítésről. És írj meggyőző stílusban. És zuty, hogyha megnézitek, ezt a szöveget már az alapján írta meg,
ami a felmérésből nekünk visszajött. Tehát nem neked kell gondolkodni azon, hogy mit írjak, hanem megkérdezed az emberek leírják, a ChatGPT pedig ezt a szöveget felhasználja. Neked csak mint egy karmester vezényelni kell ezeket a folyamatokat. Oké? Tehát ezért tud zseniálisan, ezért ugye zseniálisan egyszerűvé tenni a ChatGPT ezt a marketing munkát. Tehát így, ahogy ezt most így bemutattam nektek. Tehát megírja a honlapnak a szövegét, ebből el lehet készíteni a honlapot, majd azt is meg fogom mutatni, hogy mivel, és jöhetnek a látogatók. Oké, a következő lépés, ugye amit beszéltünk is, a regisztráció után, hogy a látogató megadta a nevét és e-mail címét, van az egy bizonyos belépő termék, ami egyfajta impulzív vásárlásra veszi le a látogatót. Impulzív vásárlás az azt jelenti, és egy nagyon extrém példával éljek, hogyha én azt mondanám neked, hogy itt van egy Nike cipő, ami 50 ezer forintba kerül, és teljesen legális számla van róla, boltból van, és pont jó a lábadra is, nagyon is, nagyon tetszik neked, és az 50 ezer forintos cipőt most odaadom neked 5 ezer forintért. Nem azon gondolkodnál, hogy most kell-e cipőt venned, vagy hogy most akarsz-e most cipőt venni, hanem azon gondolkodnál, hogy hol van az 5000 forint, hol van a pénztárcád, vagy a bankkártyád, vagy ki tud fizetni, mert ez egy olyan lehetőség, amit nem nagyon kéne kihagyni. És ilyennek kell lenni a belépő terméknek is, hogy egy olyan ajánlatot teszel a látogatónak, amire azt mondja, hogy wow, ez tök jó, ezt nem akarom kihagyni. És ezért nagyon sokan meg fogják vásárolni. És ez a belépő termék fogja neked úgymond finanszírozni ugye a hirdetési költségedet, és ebből tudsz csinálni egy olyan rendszert, ahol rengeteg új látogatónak új regisztrálót tudsz szerezni. Oké? És azt mondod a ChatGPT-nek, és itt a kulcs szólt, vagy a felmérés eredményei alapján, ugye átadtuk a felmérés eredményeket, és most azt mondjuk, hogy adjon nekünk ötleteket belépő termékre. És ő meg is adja nekünk, azt mondja, hogy egy tanfolyam, egy webinárium, egy workshop, egy online tréning, egy e-könyv, egy mini tanfolyam, stb. Ez ír nekünk rengeteg ötletet. Ugye ő attól függően, hogy neked mi a tevékenységed, attól függően fog ő neked javaslatokat tenni, és meg attól függően, hogy ki a te célközönséged. És így gyönyörű szépen ez alapján fog neked javaslatot tenni, ami alapján ki tudod dolgozni majd a belépő termékedet. Ugye nálam ugye a belépő termék, ez a Végre értem a marketinget című workshopnak a felvétele 85% kedvezménnyel, amit az elmúlt 4 hónapban ilyen körülbelül 860-an, most már lehet, hogy már 900-an is, nem tudom pontosan, de valahol ennyinél járunk, de ennyien vásároltak meg. Oké, tehát beregisztrált a vásár, vagy beregisztrált az érdeklődő, megadta az e-mail címét, a belépő terméket vagy megvásárolta, vagy nem vásárolta meg, és elindul neki egy e-mail sorozat. És itt meg tudjuk azt csinálni, hogy azt mondjuk a ChatGPT-nek, hogy ír a felmérés válaszainak figyelembe vételével, tervez meg egy 10 részes e-mail sorozatot ennek a célközönségnek, akik pont-pont-pont ezen a honlapon iratkoztak fel. És azt mondjuk neki, hogy tervez meg, stb. És így gyönyörű szépen megtervez nekünk egy 10 részes e-mail sorozatot, hogy ezt írjuk az elsőbe, ezt a másodikba, és ezt tovább is tudjuk vinni, mert azt mondjuk neki, hogy oké, írd meg az első e-mailt, írd meg a másodikat. És vagy megírja a szövegét, és az már jó lesz, hogyha nagyon jó a felmérés, és elegendő információt kapott, akkor nagyon jó szövegeket fog írni. És vagy megírja a szöveget, vagy ad neked inspirációt, ad neked ötleteket ahhoz, hogy miről írjál. Nálam mind a kettő megvolt már. Az is olyan is volt, hogy megírattam vele egy szöveget, és kész, változtatás nélkül tökéletes volt. Olyan is volt, hogy egy részét át kellett írnom, mert voltak benne dolgok, amiket javítani kellett, meg volt olyan is, hogy adott nekem egy szöveget, az önmagában annyira nem tetszett, de adott hozzá ötleteket, hogy akkor miről írjak. Tehát mindig segít valamilyen módon. Oké? És akkor miután ugye megvan az e-mail sorozat, utána jöhet a fő termék. És a fő termékethez már készítened kell egy úgynevezett értékesítési oldalt. Ugye arról beszélünk, hogy értékesítünk.
Tehát nem csak tájékoztatjuk az embereket, nem csak bemutatjuk a cégünket. Hatalmas hiba egyébként céges vállalkozások, cégeknek vállalkozásoknak a honlapján, hogy egyszerűen csak leírják, hogy a cégünk 1995 óta van a piacon, és nekünk ISO minősítésünk van, és nekünk nagyon fontos az ön elégedettsége, és ilyen a termékünk, meg olyan a termékünk. Ez nem értékesítés, ez csak egy bemutatkozás. Oké? Ez csak egy ilyen brosúra, amit meg lehet nézni. Ez azoknak a látogatóknak jó, akik már valahol találkoztak a te üzeneteddel, mert meg akarják venni a te termékedet. Tehát már készen állnak a vásárlásra. És ez csak egy pici százaléka a közönségnek. Többi közönség, akik ugye, akik sokkal nagyobb réteg, és új emberként találkoznak veled, nekik még lehet, hogy több infó kell, meg kell, hogy ismerjenek téged. Ugye fel kell építeni ezt a bizalmi szintet, ugye, amiről az elején beszéltem. És a fő terméknél ugye szükséged lesz egy értékesítési oldalra, vagy úgy hívják, hogy sales page. Ezt nagyon sokan összekeverik, mert landing page-nek hívják, de a landing page, a landing az azt jelenti, hogy ott landol, tehát oda érkezik. És nálunk a landing page az nem egy értékesítési oldal, hanem egy e-mail címgyűjtő feliratkozó oldal. Itt vannak hatalmas nagy félreértések, még a marketing szakemberek között is. Tehát nem landing oldalt készítünk, hanem értékesítési oldalt készítünk, mert mi értékesíteni akarunk ezen az oldalon. Oké? És ennek megvannak a maga lépései, hogy hogyan kell ezt felépíteni ahhoz, hogy a látogatót az érdeklődőből végigvidd addig a pontig, hogy vásárló lesz belőle. És gyorsan végigmegyek ezen a 12 lépésen, meg fogjátok kapni ezt a videót is, meg a diát is, tehát tudtok majd vele dolgozni. És ez a 12 lépés a legfontosabb. Lehet ezen kívül még sokkal több lépést is beletenni, ezekből lehet elvenni is, de ezek a leginkább javasoltak, hogy egy értékesítési oldalon fent legyenek. Nézzük meg gyorsan, hogy mik ezek. Az első ugye legyen egy címsor. A címsornak az a szerepe, hogy a látogató, amikor megérkezik, akkor rögtön egy hatalmas nagybetűvel egy olyan üzenet várja őt ott, amiből ő neki egyértelművé válik, hogy igen, ez az, ez kell neki, ezt kereste. Hogyha ez felkelti az érdeklődését, akkor már félig nyertünk, mert belemegy a szövegbe és elkezd tovább olvasni. Hogyha ez nem kelti fel a figyelmét, tehát valami nagyon langyos, gagyi címsort rakunk fel a honlapra, akkor már az elején elveszítjük a látogatót, és tök mindegy, hogy milyen jó a termék, tök mindegy, hogy milyen jó a szöveg, nem fog eljutni addig. Oké? Tehát az elején a címsort nagyon-nagyon jól kell megírni, hogy a közönségednek azonnal felkeltse a figyelmét. Jó, nézzük tovább. A második lépésben még nem a termékről, meg nem a cégről kezdünk el beszélni, hanem magáról, a látogatóról kezdünk beszélni. Az ő problémájáról kezdünk el beszélni. De honnan tudjuk, hogy mi a problémája? Onnan, hogy csináltunk egy felmérést. És ő elmondta. Oké? És elkezdünk a problémájáról beszélni. És kicsit odarakjuk elé, hogy oké, figyelj, van ez a probléma. És ráirányítjuk a figyelmét. Egy kicsit érezze magát rosszul. Következő lépés az az elmélyítés, ahol a problémába még jobban bemegyünk, ez a beljebb nyomjuk a szöget, és megmutatjuk neki azt, hogy ha ezen a problémán ő nem változtat, akkor a jövőben ez csak súlyosabbá fog válni. Oké? Mert ezzel legtöbb ember tisztában van, hogyha nem változtat egy problémán, akkor az nem pozitív irányba fog javulni, hanem negatív irányba fog romlani. És igen, itt az van, hogy egy kicsit belenyomjuk a fejét a sárba a látogatónak, egy kicsit érezze ennek a súlyát, hogy ténylegesen ez el a problémával valamit kezdeni kell. Mert ahhoz, hogy jól tudjunk értékesíteni, ahhoz a látogatónkat abban az érzelmi állapotba kell hozni, ahol ő igenis nyitott a vásárlásra. És azzal tudjuk ebbe az érzelmi állapotba hozni, hogy elé tesszük a problémát. És megmutatjuk neki, hogy igen, hogyha nem változtat, akkor ebből baj lesz. És a következő részben, amikor már kicsit már rosszul érzi magát emiatt, oda rakjuk el ilyen a megoldást. Hogy figyelj, nem kell, hogy ez így történjen. Lehet ez ennek egy pozitív kimenetele is, mert van megoldásra, és nem kell a negatív utat választani, ahol ez súlyosabb lesz, hanem ez a problémát meg lehet oldani. És azt mondjuk neki, hogy oké, lehet egy pozitívabb jövő.
És utána, amikor ezt, ugye ezt elmondjuk, akkor szólal meg a fejében az a kis hang, hogy hát, ó, persze, hát nekem már sokan sok mindent ígérnek. Mivel tudod te bebizonyítani azt, hogy az, amit mondasz, az igaz? Miért higgyem én ezt el neked? És ott van az ötödik pontban ezek a bizonyítékok. Ugye is biztosan láttatok már nagyon sok honlapon ugye ajánlásokat, ahol emberek leírták, hogy igen, én is megvásároltam, és az életem ilyen volt előtte, és most ez megváltozott, és most ez sokkal jobb, és hálás vagyok ezért. Vagy ott vannak videós ajánlások, vagy ott vannak konkrét videók, amik bemutatják valaminek a működését, vagy mondjuk demo, amit ki lehet próbálni, vagy egy könyv, amiben bele lehet olvasni. Oké? Hát ezek mind olyan bizonyítékok, amikkel te alátámasztod azt, hogy amit te állítasz, amit te ígérsz, az igaz, és az úgy is van. Oké? És akkor utána jöhet az ajánlat. De ez a hatodik pont az ajánlat. Ugye ez sokan az első ötöt kihagyják, és rögtön a termékkel, meg rögtön a szolgáltatással kezdik. Ugye azt mondják, én vagyok a tanácsadó, én vagyok a, nem tudom, az értékesítője, a nem tudom, kisbicskának, valaminek. Rögtön a termékkel, rögtön az ajánlattal kezdik. És nem foglalkoznak a látogatóval, nem foglalkoznak az ő problémáival, érzéseivel, nem juttatják még a látogatót arra a pontra, ahol ő nyitottá válik a vásárlásra. Oké? Okay? Hatodik pontban van az, hogy mi az én termékem, mi az én szolgáltatásom, és nagyon fontos, itt ami zárójelben van, hogy ez miért jó neki. Tehát nem csak oda rakjuk a terméknek a leírását, meg a tulajdonságait, hanem konkrétan leírjuk, hogy ez az ő életében milyen pozitív változásokat fog hozni. Ne csak az adatokkal gondolkozzon, hogy itt van ez a számítógép, ami 6 magos processzora van, és ennyi megaherces, és ennyi memóriája van, miért jó ez neki? Oké? Sokkal gyorsabban fog tudni vele dolgozni, sokkal gyorsabban fog elindulni a számítógép, és sokkal több munkát fog tud elvégezni a bizonyos idő alatt. Oké? Tehát nem csak a termék részleteit írjuk le, hanem azt is, hogy miért jó ez neki. Jó, és akkor nézzük tovább, hogy ez az ajánlatunk. Következő, ugye a hetedik az a pozicionálás. A pozicionálásban írod le azt, hogy miben vagy te más, miben vagy te jobb, mint a versenytársaid. Ha van mondjuk Magyarországon 1500 cég, aki honlapkészítéssel foglalkozik, lehet, hogy még több is van, akkor miért pont téged válaszol? És miért ne írja be a keresőbe azt, hogy honlapkészítő cégek, és miért ne nézem meg még 20-at? És miért ne dönts el az alapján? Miért te legyél az, akit választom? Miért te vagy a legjobb megoldás neki? Oké? Okay? Ez a megoldás. Ez a pozicionálás. Te miben vagy te az első? Miben vagy te az egyetlen? Vagy miben vagy te a leggyorsabb, legkönnyebben használható, legkedvesebb, legsegítőkészebb? Miben vagy te a leg? Oké? Okay? Ezt meg kell találni. A nyolcadik rész a garancia. Itt szokott megint lenni egy ilyen félelem pont az emberekben, hogy úristen, ha én garanciát fogok vállalni a termékemre, akkor majd az emberek hosszú tömött sorokban fognak itt állni, és mindenki ingyen akarja majd megkapni, és mindenki vissza fogja kérni a pénzét. Nincs ilyen dolog. Nincs ilyen dolog. Az embereknek a nagyon-nagyon-nagyon nagy százaléka korrektül jár el. És én ugye 20 éve foglalkozom online vállalkozásokkal, mindig vállalok garanciát, és a legextrémebb százalék, amikor az emberek visszakérték a pénzüket, az 2% volt. Tehát nem volt ilyen, hogy az emberek fele visszakérte a pénzt, vagy ilyesmi. Nem volt ilyen visszaélés. Lehet, hogy volt olyan, aki már eleve úgy vette meg, hogy tudta, hogy vissza fogja kérni, de nagyon kevés. És ennek a garanciának az a célja, hogy azok az emberek, akik ott vannak a honlapodon, és hezitálnak azon, hogy megvegyem, új basszus, 80 000 forintba kerül, és hát jók a leírások, mert tök jókat írnak róla, de mi van, hogyha mégse az, aminek mégsem lesz nekem jó? Mi van, hogyha mégsem jön be, és mégsem igaz, ami le van írva? Most elbuktam 80 000 forintot, és nem tudom, majd még átgondolom, majd még megkérdezem az ismerőseimet, meg majd utána nézek, és stb. Stb. És ott elveszíted ezeket az embereket. Tehát oda raksz egy garanciát, azt mondod, hogy figyelj ide, ha nem jön be, 3 hónap pénz visszafizetési garancia van rá, írsz egy e-mailt, visszafizetem a pénzedet. Persze, hogyha ezt megteheted, ugye lehet, hogy egy 6 milliós autónál lesz, nem tudod ilyen egyszerűen megtenni.
ezt neked kell mérlegelni, ezt a garanciát, hogy mennyire mered és mennyire tudod bevállalni. Oké? Okay? De egy jó garancia az sokkal többel fogja növelni a bevételedet, mint amennyien visszafogják későbbként. Tehát jobban jársz azzal, ha garanciát válasz, mint hogyha nem válasz garanciát. Oké? Okay? A következő az a lezárás, amikor közeledünk már a megrendelés felé, és már mindenféle dologról beszéltünk neki, akkor a lezárásnál odalakjuk azt a három legfőbb érvet, hogy miért lesz neki jó az, hogyha megvásárolja. Csak visszairányítjuk a figyelmét erre. A következő az a sürgetés. A sürgetés az nagyon-nagyon erős marketing eszköz. Biztos tudjátok, ez a ma éjfélig 20% kedvezmény, vagy az első 100 látogatónak ajándék pónilavat adunk ajándékba. Oké? Okay? Vagy a vásárlónak ajándék pónilavat adunk ajándékba. Tehát valami olyan limit, amire azt mondja, hogy oké, okay, hogyha ezt most ma megvásárolom, akkor megspórolok vele 20 000 forintot, de ha már holnap vásárolom meg, akkor elveszítek 20 000 forintot. Tehát ez a lemaradástól, vagy a veszteségtől való félelem az emberekben, és ha oda teszed ezt a sürgetést, akkor nem fognak elkezdeni halogatni az emberek, hogy majd még meggondolom, még megbeszélem a feleségemmel, férjemmel, unokámmal, nagymamámmal, főnökömmel, pénzügyesemmel, akárkivel, hanem döntök, mert most kell döntenem. Viszont ha nem teszel fel sürgetést, akkor azt mondják az emberek, az tök jó, majd még ezt átgondolom holnap, vagy jövő héten, vagy még megbeszéljük, beteszem a kedvencek közé, és el is felejti már egy óra múlva, mert annyi dolog viszi szét a figyelmét az embereknek, hogy megfeledkeznek róla egészen egyszerűen. Ha csak nem valami életbevágóan fontos dolog. Oké, tehát a sürgetés az fontos. A következő az a megrendelés. Ugye felrakod a megrendelés részt, itt az a fontos, hogy a lehető legegyszerűbb legyen a megrendelés. Tehát ne az legyen, hogy össze-vissza kell kattintgatni, meg beállítani, meg válaszgatni, meg mindenféle dolgokat megadni. Amennyire egyszerű a megrendelésed, annyira lesz magas a megrendeléseknek a száma. Tehát minden egyes kattintás, beállítás, bonyolítás, az mind a vásárlókat veszít neked. Oké? Okay? Nagyon egyszerűen csináld meg. És a végén ez a 12-es pont kifogások és kezelésük, és az emberekben így felmerültek így kérdések, hogy hát lehet, hogy ez túl drága, vagy én ehhez már túl öreg vagyok, én ezt nem tudom megcsinálni, ez túl bonyolult, és ez nekem úgyse fog menni, és ezekben a kifogások és kezelésük részben ezt gyönyörű szépen tudod kezelni. És a legszebb az egészben, hogy végig a teljes folyamatban tud neked segíteni a ChatGPT. Oké. Okay. Még amit ígértem, hogy képeket hogyan tudsz készíteni a mesterséges intelligenciával. Ugye itt van az a Bing.com per images per create, és ezen az oldalon, ezt meg fogjátok kapni a diát, meg a videót is, tehát akkor meg tudjátok majd nézni, és ide csak felmentek, és egyszerűen beírjátok ebbe a parancsorba, hogy mi az, amit szeretnétek, hogy rajzoljon. Tehát azt mondod, hogy egy barátságos robot kávét szolgál fel, és háromdimenziós képet kell róla készíteni, és ő fél percen belül elkészíti neked ezt a négy képet, villámgyors és nagyon-nagyon jó képeket készít. Vagy ha mondjuk mesekönyvet adsz ki, és szeretnél illusztrációkat bele, akkor egyszerűen azt mondod neki, hogy tündérmese, erdő, kismackó sétál, vagy kismackó biciklizik, vitorlázik, birkózik, játszik, teljesen mindegy, és így gyönyörű szépen el fogja készíteni ezeket a rajzokat. Vagy ha mondjuk van egy céged, ahol mobiltelefonokra fóliákat értékesítesz, akkor nem kell összetörni egy mobiltelefont, hogy megmutasd, hanem el tudod készíteni ezzel a képkészítő mesterséges intelligenciával ezeket a képeket. Jó, és akkor amit még ígértem, hogy hogyan tudod ezt a legegyszerűbben elkészíteni, mert ugye az elmélet után ugye ezt meg is kéne valósítani valahogy, tehát el kellene készíteni egy honlapot, akkor ugye e-maileket kell gyűjteni, automatizálni kell, hogy az e-mailek ki legyenek küldve, akkor bankkártyás fizetést megoldani, ez hogy lehet, mert hogy ez mind akkor béreljek tárhelyet, vegyek doménnevet, meg telepítsek fel szoftvereket, meg kössek szerződéseket ezzel, azzal, amazzal, és hogyan lehet ezt a legegyszerűbben megcsinálni. És van egy szoftver, és ezt feltettem
egy magyar, ez egy angol nyelvű szoftver egyébként, de ez a cím, ez a honlapzseni.hu per rendszer, ez beírom ide a címet a chatben. Per rendszer. És itt, ez át fog irányítani titeket egy angol nyelvű oldalra, és ott fogjátok látni ezt az, ennek az angol nyelvű oldalnak a regisztrációs oldalát. Ingyen be tudtok regisztrálni, ingyen tudjátok kipróbálni, gyakorolni, hogyan lehet ezzel dolgozni, és ezzel nagyon-nagyon egyszerűen lehet. Amit én ma elmagyaráztam nektek, ez pontosan ehhez lett tervezve. Hogy e-mail címgyűjtő oldalakat tudjatok vele készíteni, értékesítési oldalakat tudjatok vele készíteni, automatizált e-mail küldést lehessen vele készíteni különböző szempontok alapján, tehát mindent, amit ma megmutattam, az ezzel a szoftverrel nagyon-nagyon egyszerűen elkészíthető. Jó, akkor gyorsan egy kérdés, mielőtt tovább megyünk. Tehát az, amit eddig most elmondtam, ugye az elmúlt, nem is tudom, egy órában, az mennyire volt érthető, mennyire volt követhető, mennyire volt érdekes, izgalmas? Hogy gondoljátok ti ezt? A cseten írjátok be, legyetek szívesek nekem. Oké, szuper. Nagyon jó. Köszönöm szépen. Akkor érthető volt. Jó, ez egy nagyon-nagyon izgalmas téma, ugye? És mit szólnál ahhoz, hogyha segítenék neked, és lépésről lépésre, kattintásról kattintásra végigvezetnélek a teljes folyamaton? Tetszene egy ilyen ötlet? Onnantól kezdve, hogy van egy ötleted, egészen addig, hogy már érkezhetnek a látogatók. Oké, szuper. Akkor mutatok neked egy olyan lehetőséget, amiben én segítek neked, hogy hogyan készíts felméréseket, hogyan állítsd össze, hogyan elemezd ki, hogyan találd meg a tökéletes vevőmágnest, ami odacsábítja a célközönséget a honlapodra, mi lesz a legjobb belépő termék, ami azonnali bevételt fog neked generálni, hogyan tudod megírni az összes e-mail szöveget, honlap szöveget, rengeteg példával a különböző területekről, hogyan kell használni ezt a szoftvert, ugye kattintásra, ilyen jó szájbarágósan elmagyarázva. És én készítettem ehhez egy oktatóanyagot, és ezt úgy készítettem el neked, hogy ténylegesen végig tud csinálni. Tehát ez három részből áll ez az oktatóanyag. Az a neve, hogy Profit Max. Ugye profit az a nyereséget jelenti. A max pedig azt jelenti, hogy hogyan érd el a maximális nyereséget ezzel a programmal. És ez egy 46 videóból álló teljes videótanfolyam. Ez az egyik része. A másik része az egy háromnapos szeminárium, ahol eljöhetsz, végignézzük az egész folyamatot, apró részletekre lebontva, mutatok neked rengeteg példát, és felteheted a kérdéseidet, és minden kérdésedet megválaszolom. Ez októberben lesz. És végül része egy személyes konzultáció Zoomon, hogyha bárhol elakadnál, akkor írsz nekem, hogy Csaba, elakadtam, szeretnék segítséget kérni. Leülünk, és akkor kétszer fél órában mondjuk beszélgetünk róla, hogy akkor mi is a probléma, és hogyan is lehet ezt kijavítani. Tehát ebből áll ez a Profit Max program. Nézzük is meg gyorsan, hogy mennyibe kerül, oké? Tehát, hogyha én készíteném el neked a teljes online értékesítési rendszered, az első lépéstől az utolsóig, az 750 ezer forint plusz áfa lenne most. Ehhez képest a Profit Max program, csak ennek csak a töredéke, a teljes áron 79.990 forint lenne, ha ma nem lenne kedvezmény. De van kedvezmény. De mielőtt megmutatom, hogy mi a kedvezmény, egy gyors kérdés, hogy megérnie ezért a 79.990 forintért, hogyha ténylegesen meg tudnád tanulni ezt a teljes értékesítési rendszer felépítést, az elejétől a végéig,
és innentől kezdve ez hozna neked havonta 500 ezer, 1 millió, 2 millió forint bevételt. Megérni? Ugye? Oké, szuper. És akkor most jön a meglepetés, hogy ez a Profit Max program, van háromféle csomag. Van egy light csomag. Ebben a light csomagban csak a videók vannak benne. Tehát tényleg gondoltam azokra, akik mondjuk kevesebben bevétellel rendelkeznek, kevesebben tudnak ráfordítani, hogy ők is meg tudják kapni a teljes oktatóanyag sorozatot. Nekik a light csomag 24.990 forintba kerül. Az alapcsomag, amiben benne van már az is, hogy egy háromnapos szeminárium, és benne van egy órányi konzultáció, az 39.990 forintba kerül. És a VIP csomag, amiben már három órányi konzultáció van, tehát három teljes órát dolgozunk csak a te bizniszeden, ez most 79.990 forintba kerül. És nézzük meg azt is, hogy milyen bónuszok vannak hozzám, mert járnak hozzám még egyéb ajándékok. Tehát megkapod azt a szoftvert, amit mutattam, egy teljes évre, ez 14.990 forint érték. Ugye, amivel felméréseket tudsz végezni, ChatGPT segítségével ki tudod elemezni. Megkapod múltbeli workshopoknak a felvételeit, hogy meg tudsz nézni, és rengeteg példát tudsz megnézni különböző területről. És kapsz egy dokumentumot, egy ChatGPT parancslistával, igazából csak be kell másolnod a parancsokat, és a ChatGPT már írja is neked meg a szövegeket, meg adja neked az ötleteket. És az összes ilyen parancsot, ami ehhez kell, azt megkapod egy dokumentumban. Igazából már ez önmagában megérni ezt a pénzt. És ahogy ugye ígértem is, meg ahogy tanítottam is nektek, hogy a garanciát, hogy semmi kockázatod nincs benne. Tehát, hogyha azt mondod, hogy hát tök jó, de nekem ez nem jött be, akkor van a 100%-os pénz visszafizetési garanciám, három teljes hónapig annyit csinálsz, hogy írsz egy e-mailt, hogy kéred vissza a pénzt, én pedig vissza is utalom neked a pénzt. Tehát semmit az égvilágon nem kockáztatsz vele. Nézzük még azt, hogy mit írtak azok az emberek, akik részt vettek ilyen képzésemen. Ugye az első, hogy jól átgondolt és kidolgozott rendszer, mélyebb informatikai ismeretek nélkül is jól használhatók az alkalmazott programok. Induló vállalkozás, induló marketingéhez kiváló lehetőség. Aztán mit írta Zoltán? Nagyon világos és érthető volt számomra, mindenki kapott választ a felmerülő kérdésekre. Én maximálisan elégedett voltam. Aztán Ditta írta, hogy nagyon profi és érthető az előadásod, nagyságrenddel több a hiteles és értékes információ, mint más workshopokon. Nem használsz idegen szavakat, ha igen, megmagyarázod, és végtelenül türelmesen válaszolsz a néha sokat gyára feltett egyforma kérdésekre is. Nagyon sokat tanultam tőled most is. És végül Gina, hogy részletes, minden egyes apróságra kitérő workshop. Csaba, abszolút türelme irigyelni való. Ami tetszett, hogy mindig, még a szünetekben is másodperc pontossága kezdtünk, de azt mondják, a pontosság a királyok erénye, én mindig nagyon odafigyelek, hogy pontos legyen. Tehát azt, hogy két dolgot szoktak az emberek megjegyezni, az egyik az az, hogy érthetően magyarázok, de azt gondolom, hogy így a mai webinárium alapján ezt így te is láttad. A másik pedig az, hogy végtelenül türelmes vagyok. Tehát ha 10-szer felteszik ugyanazt a kérdést, akkor én 10-szer megválaszolom ugyanazt a kérdést. És még azt is nézzük meg, hogy kinek lehet ez hasznos, mert nem biztos, hogy mindenkinek jó ez. Vannak területek, ahol tök jó lehet ezt alkalmazni, de vannak területek, ahol másféle értékesítési módszerek kellenek. Tehát nézzük meg azt, hogy akinek ez biztos, hogy hasznos. A tanácsadók, kócsok, edzők, tuti, tehát nekik naptár feltölteni az egyik legjobb. Aztán szolgáltatók, például webdesign, grafika, gyógyítás, takarítás, különböző szolgáltatói területekre, ez szintén tök jó. Aztán trénereknek, oktatóknak ez zseniális. Már a folyamatban elkezdhetik az embereket képezni, oktatni. Termékforgalmazók. Kozmetika, műszaki cég, játék. Ha vannak ilyen termékeitek, tök jól fel lehet építeni hozzá egy ilyen értékesítési rendszert. Vagy írók. Ha van egy könyved, amit szeretnél eladni, akkor az egyik legjobb módszer, hogy építesz egy e-mail listát, kommunikálsz az olvasóiddal, és újra meg fogják venni a könyveidet, hogyha te új könyveket adsz ki. Oké? Okay?
És akkor még egyszer ugye a kedvezményes árak, ugye a lájcsomag 24.990, az alap 39.990, a VIP pedig 3 órás konzultációval 79.990. De, és ugye ezt is tanultuk, hogy sürgetés, ez holnap éjfélig érvényes. Utána ezek vissza fognak menni a teljes árra, ami ennek a duplája. Tehát most 50% a kedvezmény ezekre a csomagokra. És ugye, amit mondtam szintén, hogy elégedettségi garanciával, tehát hogyha nem vagy elégedett, 3 hónapon belül bármikor csak írsz egy e-mailt, és én azonnal visszafizetem neked a pénzt. És itt tudjátok megrendelni a www.honlapzseni.hu címen, ide be is írom most a chatre. És itt meg tudjátok rendelni. És most, hogyha bárkinek bármilyen kérdése van, akár a mai webináriummal kapcsolatban, akár ezzel a ProfitMax programmal kapcsolatban, akkor nagyon szívesen válaszolok rá. És nézem itt a kérdések és válaszok szekciót is. Nagyon jó, akkor itt is jó. Oké, tehát most nyugodtan kérdezhettek, most itt vagyok, és megválaszolok mindent. A light csomagot, ha veszi valaki, utána lehet kérni a nagyobb csomagot. Abszolút, így van bármikor, és csak a különbözőt kell kifizetni. Aki külföldön és nem tud személyesen jönni a 3 napos képzésre, annak van. Bárki tud jönni a képzésre, mert Zoom-on lesz. Egyrészt Zoom-on lesz a képzés, másrészt felvétel készül róla, és később vissza tudod nézni, és a kérdéseidet pedig, hogyha nem vagy ott, akkor a személyes konzultáción fel tudod nekem tenni. Social média oktatás az nincs benne, mert ugye itt az értékesítési rendszert, amit ma megmutattam, ugye csak az van benne. A social média oktatás az ugye egy másik terület, az már ugye az érdeklődőknek a vonzás, hogy honnan küldöm be az értékesítési rendszerbe ezeket az embereket. De egyébként a következő képzésem, ami el fog készülni, az pontosan ez lesz, hogy hogyan lehet social média tartalom, naptárat, tartalom tervet készíteni a ChatGPT segítségével. Tehát onnantól kezdve, hogy blog, videó, TikTok, Facebook csoport élők, hogyan kell ezeket megcsinálni, hogyan kell a ChatGPT segítségével ezeknek a tervét, a scriptjét, a szövegét megírni. Oké, visszanézhető lesz a mai előadás, így van, készül felvétel róla, és ezt pár órán belül én fel fogom tölteni, és meg tudjátok nézni. Sőt, nem csak az előadást, hanem a diát is megkapjátok, meg a szoftvereket is, amiket bemutattam. Ha a lányomnak ajándékba küldeném, akkor az ő e-mail címét írjam be. Megadhatod a te e-mail címedet is, és akkor te megkapod a hozzáférést e-mailben, és azt el tudod neki küldeni. Szerintem az a jobb, mert akkor tudsz hozzá te is írni, és akkor nem fog meglepődni, hogy akkor mi ez, ami jött neki, mi ez az e-mail. Mert hogyha az övét írod meg, akkor oda fog menni a díjbekérő, és akkor az már nem annyira ajándék feeling. Tehát szerintem úgy a jobb, hogyha a sajátodat adod meg, kapsz egy díjbekérőt, az alapján kifizeted, és akkor utána, amikor megkapod a hozzáférést az e-mailben, azt elküldöd neki. Oké, nagyon szívesen. Most az elmúlt 4 hónapban, május 2-án kezdtem el ugye ezzel foglalkozni, és azóta ezt a ProfitMax programot, változó, hogy melyik csomagját, ezt több mint 300-an vásárolták már meg. Alapcsomagot, de a tehát, ha most megrendeled, akkor utána a díjbekérővel lesz még 3 napot, hogy kifizesd. Tehát nem most rögtön kell fizetni, hanem 3 napon belül ki tudod fizetni díjbekérő alapján.
a szoftverek hozzáférése. A felmérő szoftvert azt ajándékba adom hozzá egy teljes évre, tehát amivel felméréseket tudsz csinálni, de a másik szoftvert, amivel ugye már meg lehet csinálni a teljes rendszert, az nem az én szoftverem, az csak én is találtam egy olyan szoftvert, ami a legegyszerűbben kezelhető, a legelérhetőbb áru kezdőknek, az nincs benne a csomagban. De a felmérő szoftver az igen. Fizikai termékre is jó lehet, abszolút jó fizikai termékre is, mert attól függ, hogy mi az a fizikai termék. Tanfolyamokra pedig egyértelműen ott zseniálisan jó. Oké, szívesen. Jó, itt írta Bálint, hogy a mai videó is fel lesz töltve, lemaradtam az első perc. Igen, fel fogom tölteni a videót, és vissza lehet majd nézni. Szépségápolási termékek, saját termék, abszolút. Szépségápolási terméket úgy gondolom, hogy gyönyörű szépen meg lehet. Ott még kiegészítve videókkal, fotókkal. Abszolút. Ahhoz tökéletesen jól lehet alkalmazni egy ilyet. Cégként is meg tudom rendelni, és többen is kérdezhetünk tőled. Abszolút, hogyha cégként rendelitek meg, akkor a konzultációra eljöhettek többen is, akár ketten, hárman is egy Zoom konzultációra, és akkor együtt is beszélgethetünk. Oké, szuper, szívesen. Szikvíz értékesítéséről mi a véleményed? Jó lehet hozzá a rendszer. Szikvíz értékesítése? Hát ez egy nagyon jó kérdés. Ezen én is elgondolkodom most egy pillanatra. Én azt gondolom, hogy maga a listaépítés, ugye a szikvíz értékesítés, az nem tudom, hogy ugye helyileg értékesítitek a szikvizet, vagy boltokba viszitek ki, és egész országban, vagy akár egész, nem tudom, Európában értékesítitek. Mindkettőnél jó lehet, csak másképp kell utána a stratégiát ugye felépíteni, de egyébként, hogyha megvásároljátok, akkor leülünk személyes konzultációba, és akkor el fogom magyarázni, hogy akkor nektek hogyan kell felépíteni a stratégiát. Mert hogyha helyileg csináljátok, akkor értelemszerűen a helyieknek kell majd hirdetni. Ott nem biztos, hogy elég lesz az online, hogy nem tudom, hogy hol van ez a terület, lehet, hogy egy kis offline-nal is meg kell erősíteni, újsággal, rádióval, szórólapokkal, stb. De mindenféleképpen érdemes elkezdeni építeni az e-mail listát ugye ott a helyiekből, és akkor feléjük kommunikálni. Oké. Akkor itt jött egy kérdés, hogy nekem még nincs vállalkozásom, gondolom nem lépsz le a térképről, de később aktuális lesz. Nagyon szuper volt az előadásod. Köszönöm szépen a visszajelzést. Abszolút nem fogok visszalépni, vagy nem fogok lelépni a térképről, mert hogy folyamatosan rengetegen vásárolják ugye ezeket a képzéseket, és én biztos vagyok benne, hogy ez még hónapokig ugyanígy lesz, tehát működni fog. Oké, hallom, hogy sokat beszélhetsz angolul is. Konzultációra angol anyanyelvű is jöhet. Hát nekem az angolom az nem igazán tökéletes. Ha jön vele olyan valaki, aki fordít, akkor persze jöhet. Saját készítésű termékhez is jó. Festményekről lenne szó, azt sem tudom mennyire. Na igen, most itt van egy érdekes dolog, hogy festményekhez viszont nem biztos, hogy ez a jó. Festményekhez lehet, hogy egy galéria, egy közösségi média megjelenés az, ami jó lehet. Bár lehet olyan stratégiát is felépíteni, hogy festményekhez is jó, de mivel a festmények az ugye mindig egyediek, tehát nem ugyanazt értékesíted, mint például itt ugye, hogy mindenki, aki megvásárolja a tanfolyamot, ugye ugyanazt a képzést vásárolja meg, hanem a festmény az mindig egyedi. Tehát elkészítesz egyet, az valaki megvásárolja, akkor már ugyanazt nem tud eladni még egy vásárlónak,
hanem akkor készíted az újat, az újat, az újat. Tehát akkor érdemesebb, én azt gondolom, hogy egy galériát felépíteni, és egy közösségi média megjelenést csinálni hozzá. Az offline működik, köszönöm a válaszod, és az értékes. Oké, nagyon szívesen köszönöm a pozitív visszajelzést. Antiallergén divatékszernél alkalmazható? Abszolút. Abszolút, tökéletesen. Nagyon jól alkalmazható, azt gondolom. Vásároltam egy végre értem a marketinges workshop anyagot tőled, és a FB hírésben nagyjából átveszed az FB hirdetéseket. Az új anyagodban ez kicsit bővebb lesz. FB hirdetésről nincs más, ebben nincs szó. Az csak az FB hirdetésesben van. A Facebook hirdetések nyereségesen workshopban van erről szó. Nagyon köszi az előadás, nagyon hasznos volt. Nagyon örülök, hogyha hasznos, és köszönöm szépen a visszajelzést. Oké, Andrea, nagyon szívesen. Oké, 8700, annyit látom, hogy 8700. Nevedet nem látom, de neked is szívesen. Egyedi kézműves élelmiszer nagy karácsonyi kampányára készülök. Az nagyon-nagyon jó. A kézműves élelmiszer, én azt gondolnám, hogy a kampányhoz egy érdemes, egy jó kis, nem jó kis, jó nagy e-mail listát felépíteni, és akkor karácsonykor, amikor bejön a maga a kampánynak a csúcsa, akkor így akkor így megküldeni egy mondjuk kéthetes kampányt az e-mail listára, és az, így fogja neked a bevételt hozni. Tehát az, hogy nekem van egy listám, amit mondjuk 10 000 fős sincs, az havi szinten sok-sok-sok millió forintos bevételt jelent. Oké, szívesen. Sajnos munkában ragadtam, nem tudtam követni, készül felvétel, így van, lesz felvétel, és ezt meg fogjátok kapni nem sokára. Oké, szívesen. Feliratkozókat hogyan kezdjem? Az oktatóanyagban ezt leírom részletesen, hogy akkor hogyan kell felépíteni, hogyan kell működtetni. Tehát mindenképpen, ugye, amit mutattam is a webináriumban, hogy mindenképpen kell hozzá egy érdeklődő mágnes, egy webinárium, egy e-book, egy személyes konzultáció, és ezek közül valamelyik. És kell egy oldal, ahol ők ugye meg tudják adni a nevüket és az e-mail címüket, meg kell a szoftver, ami kezeli ugye utána ezt az automatizmust, hogy ők egy e-mail listára felkerülnek, és e-maileket kapnak. Mennyien vagytok a csapatban, akikkel együtt dolgozol, van-e helyettesed, aki tud neked segíteni? Van egy üzleti partnerem, aki, hogyha valaki kér tőlünk, hogy mi készítsük el az értékesítési rendszerét, akkor azt ő készíti el. Igazából a webináriumot, az oktatóanyagot, azokat én készítem egyedül. Egészségügyi szolgáltatás, különleges gyógyító tapaszt, ami hatóanyag nélkül energiával. Ergén nagyon sokan, nagyon gyorsan működik, engedélyezett, szerinted itt van helye. Én azt gondolom, hogy igen, abszolút, abszolút. Sőt, én azt hiszem, hogy van is olyan ügyfelem, aki pontosan ezekkel foglalkozik. Jó, hogyha van még kérdés, akkor nyugodtan kérdezzetek. Itt vagyok, nagyon szívesen válaszolok. De bemásolom még egyszer www.honlapzseni.hu, hogyha felmentek, itt meg tudjátok rendelni, és akkor holnap éjfélig él ez az ajánlat, ez az 50%-os kedvezmény.
Addig, még nem jön kérdés, addig elmesélek egy sztorit. Ez ilyen 2008-ban történt, hogy oké, jött egy kérdés, biztosításokkal is működik a dolog. Én azt gondolom, hogy működhet biztosításokkal, így van. Abszolút. Felépítesz egy e-mail listát a megfelelő célközönséggel, és akkor utána akár lakásbiztosítás, balesetbiztosítás, életbiztosítás, felelősségbiztosítás, rengeteg mindent ugyanaz az e-mail listán keresztül már tudsz nekik ajánlani. Nettó árak, ezek a bruttó árak, tehát ennyit kell fizetned, de nincs, ebben már benne van az áfa. Ha szeretnél angolul megtanulni, segítek nagy tapasztalattal a felnőtt oktatásban. Oké, köszönöm szépen. Nekem így a baráti körömben iszonyatosan sokan foglalkoznak, nyelviskolájuk van, személyes angol oktatással foglalkoznak. Köszönöm szépen. 4.33.87.27, így van az enyém. Ezen hívhattok, ugye ez kint is van a honlapon, tehát hogyha kérdésetek van, akkor felhívhattok. De mivel nagyon sokszor vagyok ugye vagy képzésben, konzultációban, workshopban benne, ezért sokszor van, én nem tudom felvenni, de utána, amikor ezeket befejezem, akkor vissza szoktam hívni azokat, akik felhívnak. Ipari anyagok eladása. Aha, na ez a cégek számára is működhet. Igen, hát ez attól függ, hogy pontosan ki a célközönség. Itt itt érdemes mérlegem, hogy ha mondjuk ipari eladásra működhet, de mondjuk Magyarországon van mondjuk 20 olyan cég, aki potenciális vásárló lehet, akkor nem biztos, hogy ez a megfelelő marketing stratégia. Hogyha azért van mondjuk több ezer, több tízezer potenciális vásárló, akkor abszolút működhet. Azt kell megnézni itt, ugye itt az ipari, még a céges közönségnél, hogy az elérést, azt hogyan lehet megcsinálni, hogyan tudod itt a közönséget, a döntéshozókat elérni, és hogyan tudod utána őket ugye oda vonzani a honlapodra, és mi az, ami őket érdekli, tehát mi lehet náluk az érdeklődő mágnes. De működhet lakosságnál is, meg cégeknél is működhet. Szívesen. Tehát a sztori 2008-ban volt, akkor ugye, hogy meséltem nektek, hogy volt az a honlap készítő szoftver, ami ugye 200 millió forintos bevételt hozott ugye 8 év alatt, és akkor volt egy hatalmas nagy e-mail listám, és ami miatt engem rendszeresen hetente többször megkerestek, hogy legyek ilyen üzleti partner, hogy én küldjem ki a listámra a különböző reklámokat, és akkor mindenfélével megkerestek, de amikor van egy ilyen e-mail listád, akkor nagyon figyelni kell arra, hogy ne égesd el ezt a listát, tehát ne csináld azt, hogy boldog-boldogtalan annak a reklámját kiküldöd rá, és hogy majd abból lesz bevétel, mert a te közönséged tőled valamit vár, és ezzel kapcsolatban küldjél neki csak ki információkat. Na most, mivel online marketinget tanítottam én már akkor is ugye az ügyfeleknek, és jött egy barátom, hogy ő írt egy könyvet a meggyőző szövegírásról, és zseniális könyv volt, CD-vel, videókkal, ilyen checklistákkal, ellenőrző listákkal, zseniálisan jó volt, és ő megkért, hogy küldjem ki az e-mail listámra az ő reklámját. És küldött nekem 3 darab e-mailt, nekem csak annyi volt a dolgom, hogy fogtam ezt az e-mailt, beraktam az e-mail szoftverembe, nyomtam egy gombot, és kiküldte a teljes listára a szoftver. Kiküldtem a 3 darab e-mailt, és ennek az eredménye lett 850 ezer forint bevétel, és én kaptam belőle 250 ezer forintot, és a barátom megkeresett vele 650 ezer forintot, és 600 ezer forintot, és gyakorlatilag annyi munkám volt, hogy beraktam az e-mailt és elküldtem. Tehát ezért nagyon jó egy e-mail lista, mert fillérekből tudsz utána a potenciális vásárlóidnak, az érdeklődőidnek úgymond bármilyen ajánlatot elküldeni.
Oké, okay, hogyha nincs több kérdés, akkor én megköszönöm a figyelmet. Még egyszer bemásolom ide, hogy www.honlapzseni.hu. Itt meg tudjátok rendelni holnap éjfélig, és hogyha bármi kérdésetek van, akkor akár e-mailben info@honlapzseni.hu, vagy telefonon is el tudtok érni, és akkor tudtok tőlem kérdezni, és akkor segítek. Sőt, hogyha Facebookon bejelöltök, ez a facebook.com/csatloscsaba, akkor ha csak nem valami vadember jelöl be, akkor én nem szoktam a jelöléseket elutasítani. Én nagyon szívesen fogadom az embereknek a bejelölését, és nagyon szívesen segítek akár ilyen Facebook cseten is az embereknek. Oké, én is köszönöm szépen a figyelmet. Örülök, hogyha hasznos volt, használjátok, és akkor jó munkát hozzá, és sikeres megvalósítást. Sziasztok!